Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, sok szeretettel köszöntöm az érdeklődőket az ELTE Latin Amerika Kutatóközpont rendezvényén. Soltész Béla vagyok, az ELTE Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének adjunktusa, és nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom mai vendégünket, Pupi Lászlót, aki nagyon régóta a Latin Amerika Társaság ügyvívője, illetve újabban az ELTE Történettudományi Doktoriskola doktorandusza is, tehát hogy kutatói minőségében, illetve latinamerikanistaként is mindenképpen nagyon érdekes, amivel foglalkozik, és plusz aktualitást ad a meghívásának az, hogy néhány nappal ezelőtt jött haza a Venezuelából, tehát hogy ha jól tudom, akkor 2 hete még kim voltál. És egyike azon kevés magyaroknak, akik az utóbbi időben, amikor Venezueláról csak a borzasztó hírek jönnek, több alkalommal volt kint és saját szemével látta azt, hogy mi történik az országban. Úgyhogy úgy terveztük ezt a mai beszélgetést, hogy az első fele az úti beszámoló lesz. Laci Venezuelában készült képeit fogja megmutatni nektek, és aztán utána egy ilyen rövid pódiumbeszélgetésszerű második részben pedig néhány témát fogunk kivesézni ketten, és utána természetesen átadjuk a szót a közönség kérdéseinek is. Úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor egy olyan bő fél órára, Laci, tiéd a szó. Oké, előveszem a telefont, köszönöm szépen a bemutatást, köszöntök én is mindenkit, és akkor magamról akkor nem mondanék többet, igen, hogy minden elhangzott. Három benzirai útról fogok beszélni, a képeket egyébként nem szerint válogattam szét, hogy melyik úton készültek, hanem tematikusan igyekeztem. Háromszor voltam az utóbbi időben Venezuelában, 2021 novemberében részt vettem megfigyelőként a helyhatósági választásokon. Tavaly márciusban részt vettem a Venezuela Egyesült Szocialista Párt, a PSU-nek a kongresszusán, és idén pedig a Hugo Chávez halálának 10. évfordulóján rendezett megemlékezésen is részt vettem. Ez mind Caracasban és környékén zajlott, tehát hogy az én tapasztalataim és élményeim azok azért a fővárosra és közvetlen környezetére korlátozódnak, és nyilván személyes benyomásokról fogok beszélni, amit láttam, hogy ezekből mennyi általános következtetés lehet levonni, az kérdéses, de mégis több, valóban több, amit én láttam, mint vásárolok. Egyébként itt közben, az előadás közben körbeadnék itt érdekességképpen, ezt azért majd nem tudom sajnos odaajándékozni senkinek, egy 1 millió boliváros bankjegyet, ami 2020-ban nyomtatott bankjegy, 1 millió bolivár, úgyhogy ez érdekesség. Ugye az első album azok a választásokról szóló képek, ugye itt helyhatósági választásokat tartottak, kormányzókat, illetve polgármestereket választottak 2021-ben, és akkor ennek a választásoknak a képei az első album mindenféle jellemzőivel, például a választási kampánya, itt az egyik ellenzéki pártnak, ennek a Fuerza Vecinalnak a plakátját látjuk. Hát itt a választások környékén részt vettünk másfajta rendezvényeken is, például ez egy érdekes esemény volt, ez ilyen értelemben nem kimondottan a választásokhoz kapcsolódott, ez Diosdado Cabello, a venezuelai Egyesült Szocialista Párt alelnökének van egy ilyen tévéműsora, amiben politikai témákról beszél, érdekes stílusban egyébként, és ennek a műsornak egyik felvételén is részt vettünk az adóhatóság székházában. Miért ott? Azt nem tudom. Éjszaka vagy este. Itt látható az ember, amit beszél. Igyekszem azért pörgősen, mert sok képet hoztam, sok téma van, és azért majd, ha lesz úgyis a végén beszélgetésre lehetőség, majd visszatérünk rá. TV-reklám a választásokról. Kimondottan pártokra való szavazásra buzdító TV-reklámot nem láttam, ami nem jelenti azt, hogy nincs.
de a magára a választásokon való részvételre buzdító hirdetéseket igen. Ha érdekel valakit, most nem megyek bele majd valószínűleg részletesen a szavazás menetébe, elektronikus és papír alapú szavazás is van Venezuelában, például itt a szavazógépnek a képernyőjét mutatják a tévében, hogyan kell szavazni. Jó, igen. Jó, azért picit vissza. Részt vettünk Petaléban, ami Caracasnak az egyik nagy kerülete, ami egy főleg szegények vagy szegényebb emberek által lakott. Én úgy tudtam ezt korábban, hogy azért ez egy ilyen barrio-szerű nyomornegyed, de amit mi láttunk benne, vagy ez a központi része azért ez nem az volt. Ez egy választási kampánygyűlés volt. A PSUV-nek a kampányzárója volt Petaléban. Egy ilyen játszótérrel raktak be minket, és akkor onnan kicsit elkerítve a tömegtől, de egyébként nem volt semmilyen probléma. Hát itt beraktam egy-két ilyen személyes képet, itt lelkes szavazókkal, sokan voltak. Ugye azért igyekszem meg kritikai megjegyzéseket tenni, meg ott is igyekeztem kritikusan szemlélni a dolgokat. Figyeltem nyilván némi kétkedéssel, hogy miért vannak itt az emberek, nem volt egyébként nagyon jele annak, hogy bármi más miatt lettek volna ott, mint hogy a lelkesedés a jelöltek, illetve a párt irányába. Úgyhogy itt ugye ez a Covid idején volt, ez egy külön érdekesség, majd erről is lesz egy-két szó, én Covidos lettem ezen az úton kint, úgyhogy volt egy ilyen kis extra pár nap és egy kis extra izgalom. De nagyon komolyan vették egyébként a Covidot Venezuelában, tehát ugye Dél-Amerikára nem jellemző pláne, nem a túlzott fegyelem. Itt mégis a Covidot elég komolyan vették, mindenki ezen az úton 2021 őszén mindenki mindenhol maszk volt, bent, kint, mindenhol, sokakon két maszk egyébként. Ezt azért hoztam ezt a képet, hogy ugye ezért Venezuelára jellemző, és ezt majd talán más képeken is látjuk, hogy a rendfenntartó erők jelenléte azért elég erőteljes. Egyébként itt nem volt sok rendőr, de aki volt, annak egy gépfegyver volt. És hát ránk is nagyon vigyáztak, tehát majd látni fogjuk, tehát hogy állandóan komoly rendőri kísérettel mentünk mindenhova, amit én azért némely esetekben azért kicsit túlzónak éreztem. Ez érdekes kép, a Petaléban egy Krisztus szobor, ez egy híres, vagy ott egy híres szobor, maszk van rajta. Egészségügyi egységek is felvonultak, tehát ahogy bármilyen tömegrendezvények bárhol a világon. Ez egy választási helység, ugye itt választási helységeket látogattunk meg, ez egy iskola, ez egy nagyon szerény iskola, voltunk más iskolákban is, amik azért jobban néztek ki. A magában a szavazóhelyiségben nem lehetett fényképezni. A környékén igen, mindenhol minden ki volt plakátolva, hogyan kell szavazni, már technikailag, milyen segítséget lehet igénybe venni. Az egész szavazás menetéről elég sok tájékoztatás volt kirakva. Igen, hogy ugye itt a Covid szabályokat föl volt festve, hol lehet várakozni, tehát ez erre vonatkozott. De egy másik iskola, ugye itt is látjuk, hogy ezek valószínűleg miattunk voltak itt. Nem, lehet, hogy a szavazás biztonsága miatt itt is, hát ugye gépfegyveres katonák. Megjegyzem, nem volt ez ilyen fenyegető érzés, meg szerintem a helyieknek se, nekünk se. Egyébként voltak külföldiek, akik velünk voltak, és kérdezték, hogy miért van itt velünk gépfegyveres katonák. Mondták, hogy itt ez a szokás. Ja igen, ezt kettőt raktam be. Nagyon fegyelmezetten zajlott a szavazás, itt ülnek sorba, állnak sorba az emberek. Az egyik szavazóhelyiség került. Itt egy falragaszt, vagy egy ilyen hirdetmény gyerekek oltásáról egyébként. Jó, ez megint csak hova kell menni, ugyanúgy, mint nálunk, melyik szavazóhelyiségbe. Ki vannak
a személyi igazolvány számoknak a kerítésre, az ember tudja, hogy neki ott kell szavazni, és azon belül hol. Tehát ezt az iskolának a fala, látjuk üvegszilánkok vannak itt a végén, tehát én ami biztonsági, tehát hogy szöges rót helyett, és egyébként meg lelkési időrendszavak, ráírva igazság, tisztelet, barátság. Tankönyvekből karácsony előtt voltunk, gyerekek által elkészített Covid tablók, mint valószínűleg máshol is a világon, valaki csecsemővel jött szavazni. Ez egy nagyon érdekes, találkoztunk egy ellenzéki képviselőjelölttel Barotában, aki ez az demokratikus ellenzéki kerekasztának a jelöltje, Omar Villába, akivel véletlen futottunk össze, éppen a szavazatát adta le, megköszönte nekünk, hogy a választási folyamatot megfigyeljük. Mögötte a gépfegyveres katonák. Covid, itt én magamat lefényképeztettem, itt az iskolai tabló, ez már a Covidról, hanem azt mondja, hogy milyen értékeket nevelnek a gyerekekbe, hát szép dolgok vannak odaírva, a tolerancia, a szabadság, a barátság. Kimondottan Covid szabályozás, vagy Covid technika volt az, hogy a személyigazolványt ugye oda kell adni a választásokkor, vagy a szavazáskor, és hogy erre egy ilyen kis tokot raktak, hogy ne is érje hozzá az ember, bele kellett rakni ebbe a kis tokba, és akkor úgy vette megint egy megint választási plakátok, ugye fölül a PSUV-nek a plakátja, ez a Tiernekon kell, ez volt a jelszó ennek a kampánynak, illetve alatt egy ilyen varázslónak a plakátja, ez érdekes párosítás. Megint csak egy Fuerza Vecinal. Nagyon sokkal kevesebb választási plakát volt szerintem, mint Magyarországon. Egyértelműen a PSU-nek volt a legtöbb, de azért nem ilyen kampányszerűen, mint itt, vagy máshol a világon, hogy egymás mellett 10 plakát, de tényleg, hogy azért látszott, hogy nekik van a legtöbb, de azért volt bőven ellenzéki plakát, és itt 2 is van, felső is ellenzéke, az alsó is különböző pártok. És akkor ennyi volt a választási képek, és akkor van egy jó nagy csoport az általános képekről, hát ezen igyekszem, csak tényleg nehezen tudtam választani, de csak illusztráció. Elvittek minket egy ilyen műanyaggyárba, annyira nem volt izgalmas, de ez volt a program. Műanyaggyár, ugye ez is kialakult származék, szóval annyira nem meglepő, hogy ezek működnek. Itt ilyen mindenféle munkai szabályok, hogyan kell biztonságosan és egyéb módon dolgozni. Egy jelmondat a gyárban, produszírez rendszer, tehát termelni az győzelem, tehát ugye egy olyan országban, ahol meg kell küzdeni valóban azért, hogy működjenek a dolgok. Ez egy érdekes jelszó volt, kaptunk ajándékcsomagot, műanyag dolgok, de nagyon hasznos, csak egy dolgot hagytam ott, a többit hazahoztam, használom jégtartó és társadalmi. Igen, és akkor ilyen képekből azért beraktam többet, hogy valami látványosabb képek is, ne csak ilyen kimondott tárgyakról szóló képeket hozzam. Hát ilyen, és ez még egy jobban kinéző, ilyen szegényebb negyed, vagy ezek a házak nagyon jellemző lára. Ez Caracas belvárosában van, itt egy látkép, és akkor itt is látszik a kontraszt a háttérben a nagy épületek, amik innen jól néznek ki egyébként, közelből annyira nem, sajnos, és hát ugye ezek az egyszerűbb házak egymásra építve. Bolivárnak a sírja, van neki egy ilyen nemzeti mauzóleum, elég jól néz ki, elég hatásos, nagyon, mint egy piramis lenne, ott van Bolivár eltemetve. Simón Bolivár ugye az első számú nemzeti hőse Venezuelának és egy sor más országnak.
itt is ugye ez a házak, és akkor a híd alatt is vannak ilyen kis házak, úgyhogy hát sajnos ilyenekből nagyon sok van, és ugye ezek benn vannak a városban, de a környező hegyekben, meg környező utak mentén rengeteg ilyen van McDonald's, tehát vannak mindenféle amerikai cégek, ezek jelen vannak, nagyjából működnek is. Azt sajnos arról nincs kép, de egy Caracas belvárosi megnázott, de lehetett fizetni Rubellel is, és ez volt így. És akkor egy csomó ilyen kis árusról, meg boltról hoztam képet, szóval ugye az volt a sajtóban, és hát biztos, hogy valahol a kettő közben az igazság, de hogy ilyen üres polcokat mutattak mindig. Én azért ezt nem tapasztaltam. Rogyásik van minden áruval, én ezt láttam Caracasban és környékén, és tehát hogy nyilván ezen a környéken csak drágaság van nagyon. Látképek itt is az egyik iskolánál, ahol voltunk a szavazáson. Ugye itt láttunk például, tehát hogy ugye élelmiszer termelés, hát kérdéses, hogy ez hogy mennyire van, de például itt ezeket a dinnyéket valószínűleg ott termelték. Igen, ugye ez hegyvidéki környezet, ez itt Caracasban, és hát ugye sok ilyen képet hoztam, ahol ez egy jobb módú környék, itt is a választásokkor voltunk, azért látszik, hogy a stílus a házaknak valamennyire hasonló, csak jól néznek ki, be vannak vakolva, és normálisan néznek ki. Ja, ez véletlenül nem maradt a választás, nem választottam ketté, és egy választási plakát, ugye szavaz fönt, ugye a szavazógépen, és jobbra, ugye jobb oldalt volt ennek a pártnak. Ez a covidos, ez az érdekességképpen, ugye elvittek kórházba, amikor covidos lettem, majd lett inkább erről a beszélgetésben, hogyha még rákérdeztek, akkor már mesélek bővebben. Ez egy recept, amit kaptam. Tehát, úgyhogy, de nagyon rendesek voltak, tehát hogy tényleg meg, csak hogy érdekes, ennyi, ezt tudták, hogy a kézzel értek. Nagyon nagy forgalom, azt talán nem raktam sok ilyen képet be, de hogy rengeteg autó van, és egyébként életveszélyesen vezetnek. Könyvesbolt, modern könyvekkel, szóval azért mondom, hogy vannak dolgok, csak ezek drágák. Tehát még magyar szemmel sem feltétlenül volt, csak iskolatáskák, játékok, mindenféle dolgok. Bevásárlóközpont karácsonyfával 2021. decemberében, szóval ez akár lehetne máshol is a világon, a boltok is nagyjából olyasmik voltak, csak hát mondom, nagyon sokba kerül minden. Ugye itt azt azért adtam be, hogy tilos dohányozni, tilos fegyvereket bevinni, és tilos rasszistának, vagy diszi, vagy igen, rasszistának lenni. Úgyhogy ez a bevásárlóközpont. Ez ugye jellemző kép lehet, hogy lesz még ilyen gyógyszertár. Mozgó gyógyszertár. Ugye vannak, nagyon sok gyógyszertárnak nevezett üzlet van Caracasban, de amik fixek, azok már mint üzlethelyiségek, azokat én úgy láttam, hogy azok inkább ilyen DM-szerű, ilyen drogéria már, tehát hogy a piperecikkeket, lehet, hogy valamiféle gyógyszereket ott is lehet kapni. Itt valószínűleg rendes gyógyszereket, láttam, hogy recepttel jöttek az emberek. Ez a Caracas belvárosi megint csak, bár ezzel azért el lehet menni. Máshova is utcai járusok, bolt, megint csak ilyen karácsonyfa díszekkel, virágból. Ja, na ez egy ilyen fix, ezt is úgy hívják, hogy gyógyszertár, de ezért ez itt tisztálkodó szereket, meg ilyeseket lehetett kapni. Belvárosi, ez egy ilyen bevásárló utca ott a belvárosban. Ezt hát most nem fogjuk itt kielemezni, mert nincs idő, de ugye itt árak. És ugye ez 2021, de a Bolivar Digital, ez nem tudom, hogy ez mi volt és hogy működött, de ez ki volt írva, de 2021-ben még mindenhol dollár volt, nem is. És most idén, amikor mentem, akkor kiderült, hogy már nem ez a Bolivar van, hanem ennél használható Bolivar, és most már elfogadják, tehát most már lehetett volna valahogyan pénzt váltani, de eszembe nem jutott, mert előző két évben dollár volt egyértelműen, amit
lehetett használni, kivéve egy ilyen eset, ahol láttam, hogy valami másfajta pénzés ki van hízva. Black Friday volt éppen 2021. novemberében, szóval ilyesmi ott is van. Igen, a Bevásárló utcáról képek. Ez csak, nem tudom, park, a városban, a kis ugrálóvárral. Ugye a városi kertek, nem láttam ilyet tömegével, de ez is Caracas belvárosában van, egy elég nagy területen, hogy ez mennyire működik és mennyire hatékony, azt nem tudom, de hogy tény, hogy volt ott egy ilyen több focipálya méretű kert, konyhakertszerűség. Karnevál idején meg egyébként is azt mondják, egész évben csinálják, tehát sok helyen vannak dekorációk Caracasban. Caracas egy nem túl szép város, iszonyú sok szemét van mindenfelé eldobálva, üdös van, de azért látszik a törekvés, hogy próbálnak valami szépséget csempészni a városba, és vannak ilyen kidekorált sétányok, meg helyek, amik nem néznek ki rosszul, de hát nagy a kontraszt, hogy mi. Ez azt hiszem talán az igazságügyi minisztériumnak az épülete, jellemző ugye a két kép, Chávez és Bolívar, és egyébként itt is ilyen karneváli dekoráció középen, elég jellegzetes épület, és elég ilyen, vagy elég ilyen látványos. Chávez portré előtt állok, ez itt van szintén a belvárosban, ez a helyi zöld pardon, mármint egy ilyen kis kerthelyiség. Tehát, hogy volt nagyon kellemes ilyen, itt van róla még egy kép, le lehet ülni, volt ilyen bakeliklemezeket, nem tudom miket árultak, lehet inni, mondjuk $3 volt egy mojito, ami nekünk nem feltétlen drága, bár ugye a magyar árakat is megközelíti azért, nekik viszont valószínűleg elég drága, már persze, aki ugye hozzájut dollárhoz. Ez a Miraflores palota, az elnöki palota mellett, ugye nagyon jellemzőek ezek a falfestmények, jó, ezeken megyünk is, ruha volt, megint csak rogyások, áruház, könyvtár, egy vidéki városba elvittek minket, egy Jare nevezetű városban, hogy ilyen busójárásszerűség van, az UNESCO világörökség része. Elvittek minket, de hát erről is mesélek, ha lesz rá érdeklődés, elvittek minket egy ilyen, hát nem tudom, ez ilyen valamilyen helyi oligarha-szerű csávóhoz a vendégségbe, aki ott megvendégelt a haciendájában, ami valami Bolivárnak valami háza volt állítólag. Minden esetre azért a vadító gazdagság nem látszott. Szép ház volt, jól lebukkanva, és akkor ott volt ilyen elég sztereotíp, ilyen kislányok énekeltek, meg kaptunk kaját, de jaj, de ezt a hát ilyen pacalleves nem annyira ízlet. Itt ülünk ezen a helyzet, és itt is azért adta föl, hogy ott is jött velünk, és de ez egy elzárt hely volt, ott volt velünk, nem tudom, 10 rendőr. Arafat szobor, nagyon sok ilyen szobor, a José Martí, kubai nemzeti hősnek, José Martínek a falfestménye, Simón Bolívar szülőháza, itt most nem voltam, de 2007-ben is voltam, ezzel át vagy Caracasban, akkor voltam itt. Ugye így a jobb oldú, vagy tehát akiknek van félivalójuk, hogy a vagyonokat védjék, hát ilyen házak jellemzők. És egyébként, amikor talán ezért a képért, vagy egy másikért, amit itt csináltam, utána jött a biztonságért és számunkért. Aztán kimagyaráztam magam, de hogy ne, ezt nem lehetett volna lefényképezni. Falfestmény, olajkutat. Falfestmény, Bolívar Chávez. Igen, tehát ez már egy monumentális abszal, így olyan meddig a szemem lát ilyen házak, és ez nem egyedi, hanem nagyon sok ilyen a környező hegyekben. Ez egy jobban kinéző, de hasonló. Egyébként ez Vargas államban a tengerpartonban, itt 2000-ben volt egy óriási földcsúszomlás, ezek nem kimondottan a tengerparton vannak, de voltak olyan részek, hogy azt mondták, hogy amin most járunk, az nem létezett, oda csúszott be a hegy, és elvitt ugye egy csomó ilyen házat. Vannak, és akkor a belvárosban vannak szép épületek is.
falfestmények, csegevora, tehát ezért akartam berakni egy-két szerb épületet is, amik Iránnal szoros kapcsolatban vannak, ugye iráni rendszerezászló, szerb házak, szóval ilyenek is vannak. A nemzeti, vagy a nemzetgyűlésnek az épülete szintén a belvárosban, a választási bizottságnak az épülete, több is van neki, ez az egyik. Bolívar Chávez annak az épületnek a másik oldalán. Ugye ez valamilyen minisztérium, aztán talán ez a őslakosokkal foglalkozó minisztériumnak az épület, de nem jó biztos. Szép ház, látkép mezőláról, egy ilyen, ez a, egy dombról, ahol egy parkban, arról is megy kép, és itt is gépfegyveres rendőrök, ugye nem ránk vigyáztak, hanem ugye egyáltalán ott álltak. Jó rálátás van innen az elnöki palotáról. Ez a park, csak hogy van, ami pozitívan változott, ezek akkor is állt, de 2007-ben is jártam ezen a parkban, ez egy lepukkant, gazos, lerobbant hely volt, most nagyon-nagyon szépen megcsinálták, meg is meglődtem, tehát hogy ez nem így nézett ki, hogy 2007-ben nem sokkal rosszabbul. Ilyen játszótér van. Tehát én, ami valamiért le volt zárva, azért ilyen szalakkal, ezt nem tudom miért, de törekvés volt, hogy csinálják egy ilyet. Látképek a városról, a parkról, szép, egy ilyen diadalímszerűség. Erről is lehetne sokat beszélni, csak tényleg már mindjárt el is járt az időm, és még egy pár képet a másik két blokkából is akartam mutatni. Ez a Missio Vivenda, ez a lakásmissziónak a keretében épült egyik ház, és ez benne a belvárosban, mert ugye nagyon sok lakást igyekeztek építeni ugye a barrióban élő embereknek, de ezeknek a házaknak a többsége kint van a pusztában, a hegyek között, az autópálya mellett. Nem tudom, hogy ott hogy lehet boldogulni. Ez viszont benne a belvárosban, és ugye benzinai mérték, vagy mércéhez képest jól kinéző ház. Ez az aktuális nagy ügy, Alex Saab, nem nagyon látszik a neve. Az ő ügyéről is lehet beszélni, őt letartóztatták az amerikaiak a zöldfogi szigeteken, és most az ő kiszabadítása egy ilyen kampány téma. Szép templom, szavazza a benzinai kommunista pártra, akikkel egyébként most valami összetűzés van a PSOB-nak, nem tudom a részleteket. Park a városban, az egyik ilyen toronyház, itt szintén egy ilyen mobilnak tűnő, de fixre rakott gyógyszertár, egy bevásárlóközpont, ami a hadseregé, ez kicsi volt, de lehet venni, Chávez elszobrott valami átszámítva 2 millió forintért, megint csak kidészített sétány. Jó, Chávez-nek a halálának évfordulójára. Jó, ez katonák, ez mindenképpen, és ez már vége fele van. Chávez, szerintetlenül Chávez kápolna a 23, arról is mondhatjuk, hogy miért 23, majd van. Ja, és akkor és voltunk egy ilyen kommunáknak nevezett ilyen közösségi tanácsokban, ezt mindenképpen érdemes megnézni azért. Erről is lehet majd beszélni, ezeknek a működéséről. Ezek a kis makettek, ezek a valós utcákról készült makettek. Ez nem teljesen értettem, miért van pontosan szükség. Ezek lemodellezik azt, ahogy itt megy ez, tehát nagyjából felismerhető tényleg az utcakép. Azt mondták, hogy akkor így könnyebb látni, hogy mik a problémák, hogyha vannak ilyen kis mappák. És itt számon van tartva a kör, akik hozzájuk tartoznak ehhez a közösséghez, hány család van, hány felnőtt, hány gyerek, itt is valamilyen térkép, ezek mind ott a falon vannak, és ezek ilyen munkalapok, hogy igen, ezeket csak közösségi tanácsok, ez minden szép épület. Barátokkal, ez csak személyes képpel, direkt raktam be, de
Igen, és akkor visszamentünk. Ja igen, ugyanezeknél a közösségeknél számon tartják ki, mikor született, tehát hogy ezek ilyen születési sok évre visszamenőleg ilyen nyilvántartások. És akkor itt, hogy ugyanezzel az épületben azt mondja, hogy állatok, hány a közösségben, hány teknős béka van, meg hány macska, meg hány... És akkor ennyi volt erről. Még egy pár percet meg tudom mutatni a másik kör, mert ott nincs ilyen sok. És akkor a tavalyi kongresszusról, a félszóvi kongresszusáról tényleg csak egy pár kép. Ez egy színház épület, ez a Tereza Karányi Színháznak a nagy termében volt az 5. kongresszus az Egyesült Szocialista Pártnak, és az Ifjúsági Szervezet 4. kongresszusát egybe tartották, és ezért van a 4-es, meg 5-ös is a közönség, nagyon lelkes. Maduro, hát igen, szóval ilyen gyerekekkel jött be. Hát mondtam, hogy remélem legalább a sajátjai, tehát szóval ez egy európai szemmel azért kicsit fura. Ugye ott volt a Rafael Correa, Evo Morales, hát vagy Venezuelában laknak, vagy rendszeresen járnak, mert hogy ők azért eddig állandó vendégei ezeknek a rendezőknek, de ez Rodriguez a hölgy, Mazgóan, aki az alelnöke. Ez egy laktanya, ahol Chávez el van temetve, ennek is megvan a története, beszéltünk róla, így néz ki, egész jól megvan Chávez, állítólag ez egy működő laktanya, és egyben Chávez sírjának a helye, ez Chávez sírja. A PSUV kongresszusának környékén is voltak mindenféle rendezvények, vagy mindenféle rádióadáshoz valami felvétel zajlott. Akkor itt voltak ilyen külön szekciók, államonként voltak ilyen külön küldötteknek egy ilyen külön gyűlései, szekció gyűlései, ahol ott, hát most már nem tudom sajnos felidézni, hogy pontosan miről beszéltek, de ott szavaztak, és valami helyi ügyekről, ez két ilyen szekció gyűlésnek a kép, ott valaki beszél, hallgatják, és akkor utána ott szavazások voltak, ott volt plenáris ülés, meg ilyen szekcióülések, így néz ki a színház, elég, ez egyébként jól kinéző épület, ilyen mindenféle teraszokkal félig nyitott épület, kongresszus képe. És akkor az utolsó mappán, vagy ott meg abszolút csak pár kép van, és igazából főleg róla, hogy híres emberekkel fényképezkedem. Szóval ez idén volt, ez a Chávez megemlékezésen. Itt most már az előző két év után nem csináltam olyan sok képet. Az egyik jelszó, ami most ugye Chávez halálának a évfordulóján ment, ugye Chávez nem halt meg, hanem sokszorozódott, ugye Chávez a Murióze, multiplikor, ez azt a iskolán. Ez ugyanett a színházban, csak egy kisebb teremben voltak ilyen plenáris ülések, a Chávezusnak a 20 évében, vagy majdnem 25 évéről volt szó, és akkor például volt egy ilyen vicces momentum, hogy volt egy ilyen szekcióülés, hogy a civil-katonai egység, és akkor meghívtak rá embereket, és meg a chilei csávót hívtak meg, és akkor mondta, hogy a civil-katonai egység, hogy ez elég vicces, hogy a chileit hívtak meg erre, ezért mondta ő maga, hogy hát nem egészen érte, hogy mit. Voltak ilyen festmények, nem sok egyébként, ez egész isznak ott volt egy pár ilyen festmény. Chávezről, ez is itt egyébként Ignacio Ravonet beszél, aki egy újságíró, aki Chávezzel is csinált interjúkültetett videóval is. És hát ugye itt elég illusztris vendégek voltak a végén, szóval itt ugye Daniel Ortega is jelen volt a Nicaraguából, Raúl Castro a Kubából, aki 92 éves, szóval azért az meglepő volt, hogy ott feltűnt. Maduro, a bolíviai elnök, a Szent Vincent és a Grenadines-szigetek elnöke és Grenadának az elnöke, ők ott voltak ezen a megemlékezésen. És akkor a nagyobb képen még Evo Morales, meg a Rafael Correa Ecuadorból, Manuel Zelaya, hogy hívják, Hondurasból. Ez pedig Ramiro Valdés, a kubai forradalom eredeti forradalmára ennek egyik utolsó élő tagja, Raúl Castroval együtt, szóval ők is ott voltak ezen a megemlékezésen. Ez én vagyok,
Manuel Zelayához sikerült csak odaférkőznem, aki Hondurasnak az elnöke, akit 2009-ben a puccsal megtöntöttek. Ez pedig Ricardo Patiño, Ecuadornak a volt külügyminiszter, vele már találkoztam korábban, Ignacio Ramonet, aki egy számomra híres ember, nem biztos, hogy mások ismerik a nevét, de és ugye Evo Morales, akivel sikerült összefutni a szállodában többször is le. Ez már egy elszalasztott alkalom után végül is sikerült vele találkozni. És ez pedig Araida Guevara, akivel a Che Guevarának a lánya, vele még egy asztalnál is ültünk és kicsit beszélgettünk. Ennyi, ez az idei, idén nagyon, bár a kommunás képek azok az idejétől voltak, de most ennyi képet hoztam is. És mondom, hogy egy csomó dologról lehetne még mesélni, hogy hogy volt, meg mint volt, ha érdekel, akkor még mondhatok róla. Szuper, nagyon szépen köszönjük, és akkor én átülök ide, hogy nyugodtan maradjon. Okay. És akkor egy kicsit ilyen pódiumbeszélgetésre alakítjuk a dolgot, mert iszonyatosan sok érdekes dologról beszéltél, és hogy nekem itt most kb. Azt a szerepet találtam ki saját magamnak, hogy valamennyire próbáljuk meg rendezni ezt az élménybeszámolót. Ugye ennek az eseménynek egy olyan keretezést adtunk, hogy venezuelai válságból van-e kiút, és ha igen, akkor milyen. És azért itt feszül egy ellentmondás a között, amit a hírekből tudunk, meg a között, amiket az ilyen makrostatisztikákból tudunk, csak egy pár dolgot így felolvasva, hogy a legfrissebb múlt heti jelentése az Európai Bizottságnak, ez szerint Venezuelában majdnem 20 millió embernek van humanitárius segítségre szüksége, 9 millió ember van az éhezésnek a veszélyében, 7 millióan vándoroltak el Venezuelából 2015 óta, az egyik legmagasabb a gyilkosságoknak az aránya, 100 ezer főre 40 erőszakos halál jut, és a többi, és a többi. Tehát, hogy vannak ilyen borzasztóan rossz adatok. Sőt, tegyük hozzá, hogy 30 millió volt eredetileg a teljes lakosság számára. Igen. Hogyha ezeket összeadjuk, akkor már 25 millió vagy 20 milliónál tartunk. Hát, igen. És hogy volt egy körülbelül 80%-os GDP csökkenés 2013 óta. Tehát, hogy van egyfelől egy válság, és itt szerintem először azt lenne érdemes egy kicsit boncolgatni, hogy az alapján, amit te láttál, meg az alapján, amit nyilván te is utána olvastál, hogy ennek a válságnak milyen dimenziói vannak, mi az, amiről azt gondolod, hogy ténylegesen ezek a szegmensei mondjuk az ellátásnak, vagy a társadalmi működésnek összeomlottak, és mi az, ami szerinted viszont így működik, még ha nem is kifogástalanul. Tehát, hogy itt van egy csomó dolog, amiről beszéltél, ugye arról, hogy gyár, gyártás, biztonság, milyen a közbiztonság az utcán. Erről tudom. Mi az, amit lehet kapni, mi az, amit nem lehet kapni, mivel kell fizetni, hogyha akarsz valamit venni. Tehát, hogy szerintem először kezdjük talán a biztonsággal, nyilván az a legalap, így a Maslow piramisnak az alja, hogyha megölnek, akkor minden másról nem érdemes beszélni, hogy mennyire riasztó az a közbiztonsági helyzet, ami van Venezuelában. Ugye, mondom, Caracasról tudok beszélni, és környékéről. Az biztos, hogy az ottaniaknak az érzete is nagyjából ez lehet. Én főleg lányokkal beszéltem, tehát a nőknek nyilván más az érzete, de hogy biztosan ők is azt mondták, hogy az a közbiztonság. Én azért elég lázadó vagyok ehhez képest, tehát itt a képeknek egy részét ezt tavaly úgy készítettem, ez csak egy délután volt, szóval azért megint csak általános következtetéseket nehéz levonni, de ugye elmentem metróval, fölültem a metróra és elmentem a belvárosnak is a belvárosi részébe. Ugye ettől egyébként a metrótól óva intott mindenki, tehát mindenki azt mondta, hogy ne menjek metróra, és nem tudtam kideríteni egyébként, hogy mondom, itt ez biztonsági okok, egyébként kiderült, hogy nem, legtöbb nem, csak lassú, lerobbant, stb. Ez volt a probléma, de biztos, hogy nem jó a közbiztonság, tehát hogy minket bárhol vittek, szervezetten ebbe a kis városba, ahol a maszkok voltak, ami egy álmos kisváros volt, megérkezett 15 külföldi, 20 rendőrrel. Tehát
tehát hogy biztosan ez egy probléma. De én mondjuk belmentem a belvárosba, ott mászkáltam, egyébként hülyének néztek ezért, tehát hogy ott le is buktam, hogy én bementem, és akkor kérdezik, hogy mit csinálok? Hát mondom, város nézek. Tehát, de hogy ezt nem nagyon, nagyon féltek attól, hogy valami lesz. Tehát amikor együtt mentünk az utcán, és rám, akkor mondták, hogy tegyem el a telefont, ne vegyem elő. De hát mondom, hát itt vagyunk fényes nappal az utcán, sőt volt, amikor van a buszán vagyunk, mondom, csak nem fognak már így kirabolni. És amikor egyedül elmentem egy délután mászkálni, kb. 300 képet csináltam mindenfelé. És én tehát hogy nyilván hülye nem vagyok, tehát hogy figyeltem azt, hogy mi zajlik körülöttem. Én azt láttam, hogy a kutyát se érdekli, hogy én most mit fényképezgetek. Biztos, hogy részben ez igaz. De azért az, hogy most kilép valaki az utcára, attól nem fogják azonnal leütni, meg kirabolni meg. És ugye vannak ilyen egyéb hírek, pont szegény egy venezuelai fiút lőttek le Buenos Airesbe, kiraboltak, nem tudom, hogy olvasta valaki, hogy el akarták lopni a telefonját, nem akarta odaadni, fejbe lőtték Buenos Airesbe. Tehát Latin Amerika eleve nem egyik része sem túl biztonságos, biztos van ennek alapja, és ők szerintük is van alapja, tehát azért ez nem kérdés. Ugye azt mondtad, hogy egy csomó minden volt a boltokban, tehát hogy ez újdonság ahhoz képest, ami így Venezuelából legtöbbször érkezik, hogy van egyrészt ez az ilyen államilag támogatott jegyrendszerszerű alapélelmiszerprogram, és egyébként pedig nagyon nehéz hozzájutni élelmiszerhez. Hogy mennyire látod azt, hogy az alapvető élelmiszereket meg lehet venni, akár úgy, hogy lehet kapni, tehát hogy van a boltban, a másik meg, hogy ki tudják fizetni az embereket. Ha ki tudják fizetni, az ugye valószínűleg az a nagyobb probléma. Ugye de facto dollár volt most már 2 évvel ezelőtt, ugye ezt nem volt világos, hogy ez mennyire hivatalos és mennyire nem. Utána olvastam hivatalos, tehát ezt hivatalosan engedélyezte, és általában ez indította be kicsit a gazdaságnak a helyreállását. Ugye korábban nem lehetett valutát, tehát nem lehetett pénzt váltani, tehát 2007-ben tényleg ilyen sutyiba, meg a nem tudom, valahol kellett pénzt váltani. Most viszont az ellenkezője volt 21-ben, 22-ben, hogy csak dollár. Ugye úgy van kiírva az ár, hogy referencia. Tehát, hogy ami elvileg azt arra utalna, tehát azt mondták nekem leegyszerűsítve, hogy ez azt jelenti, hogy dollár. Valószínűleg nem azt jelenti, hogy dollár, hanem hogy a dollárból lehet átszámítani, de ők mégis dollárt várnak ezért az összegért, vagy ezt az összeget dollárba várják. És ugye idén változott a dolog, idén már nem ez az 1 milliós és hasonló címletű pénz van, hanem valami új bolivár, amit 25 bolivárt lehet 1 dollárért, és ezt használják, és ezt már átszámítják, és ezt elfogadják. Akinek ilyen 1 millió bolivárosai voltak, ezt visszaadták. Én nem tapasztaltam, de hogy visszaadták. És egyébként a kártyák sem működnek. Nekem én Revolut kártyát próbáltam használni, az OTP-st azért nem akartam nagyon. De a Revolut kártya, amit mindenhol elfogadtak, eddig még sehol nem okozott gondot, itt nem. Itt nem működött. Nem tudom, hogy ez ennek szankciós okai, vagy milyen okai vannak, de nem működött a kártya, egyértelműen kiírta, hogy nem szabályos a dolog. De ami az árukra, és akkor nem akarok nagyon sokat, én azt látom, hogy van, és vannak élelmiszerek is, egyébként lehet, hogy pont az élelmiszer egyébként tényleg az, ami nehezebben. Tehát ugye áruházak is, ahol inkább csak ilyen, nem alapvető élelmiszereket, hanem minden más lehet kapni, azért a szegényesebb, mint itthon, de van liszt, meg vannak ilyen utcajárosok, vannak piacok. Inkább az a kérdés, hogy ki tudja megvenni és mennyiért. Honnan jönnek a termékek, ugye, hogyha ez lehet tudni? Tehát, hogy itt vannak nagyon érdekes kereskedelmi kapcsolatai Venezuelának, hogy ezzel kapcsolatban láttál-e valamit, hogy azok a dolgok, amiket meg lehet venni a boltba, hogy mennyire hazai, mennyire különféle egzotikus partnerektől jön, mint Iránból. Hát ugye kimondottan iráni terméket nem láttam, hiszen kínai import az erős, de voltak amerikai termékek is, tehát most ilyen, volt egy bevásárlóközpont, ahol csak elektronikai, összeik volt, csak elektronikai cikkek, minden volt, PlayStation-től kezdve minden, hát drágán. Tehát hogy ezek voltak, élelmiszerben láttam, tehát hogy mint a gyümölcslé, cukor,
ezek például hazai termékek voltak, de láttam olyan gyümölcslevet, ami mexikói import volt. Szóval, tehát hogy ugye az élelmiszertermelés, arra egyelőre nem látok rá, hogy az mennyire van, de hát valami van. Tehát, hogy láttunk ilyen gyümölcsszállító teherautókat, nem egyet. Részben import, talán van valami saját termelés is. Ugye ez nagyon, nagyon nehéz. Erre volt évtizedes próbálkozás, hogy mezőgazdaságot mennyire sikeres, azt nem tudom. És ugye az egészségügyi ellátással is többször akaratod ellenére többet tudtál meg, mint amennyit szerettél volna, hogy ezzel kapcsolatban azt látod, hogy van egy alacsony szintű, de mindenki számára elérhető, vagy ami elérhető mindenki számára, ez nem elég a túléléshez? Hát én egy kórházban voltam, akaratom ellenére, de végül is voltam. Ugye régebben, tehát ugye a Chávezér a csúcsán, ugye ezeknek a bárióknak a lakóinak ugye próbálták ugye odavinni az orvosokat helyben, főleg kubai orvosokat, de egyébként valamelyik évben is, sajnos nem fényképeztem le, vagy nem akartam ott belefényképezni az arcába, de láttam most is kubai orvosokat, egy autóban ült, aki rá volt írva. De hogy ez a szolgáltatás, ami akkor viszonylag jól működött, és tényleg újdonság volt az embereknek, akik nem láttak még orvost, és helybe megy az orvosi rendelő, és jönnek a kubai vagy más orvosok. Ez azért a válsággal visszaszorult, ezt mindenki azt mondja, hogy ez akkor tényleg jó volt, amióta komoly gazdasági problémák vannak, az visszaszorult. A kórház az azért elég lehanguló volt, tehát hogy elvittek mentővel, én nem voltam rosszul, csak azt hitték, hogy rosszul, mindegy, ez is. Azt hitték, hogy nagyon rosszul vagyok, de nem voltam nagyon rosszul, és akkor elvittek mentővel, ami egy üres mentőautó volt. És nem tudom, azért, hogy azért volt üres, mert végül is mégse hitték, hogy annyira rosszul vagyok, de nem volt benne semmi. Tehát, hogy voltak ilyen fakok, meg nem tudom mi, ez üres volt. Elvittek egy kórházba, egyébként nem akartak jobb képet mutatni, tehát nem, nyilván ott is van magán egészségügy, de elvittek volna, mert Covid mintavételi helyen voltam olyan baj is, ami bárhol lehetett volna a világon. Tehát valószínűleg kórházban is van, van ilyen, de nem elvittek egy állami kórházba, ami hát nagyon... Hát az is inkább, nem az, hogy lehangoló volt, üres volt, üres folyosókon, láttam ilyen kórtermekben, ott ez este volt, vagy éjszaka, ott aludtak emberek, vagy mocorogtak, de egy nővérpultnál ültek a nővérek mögöttük, üres fal, tehát hogy ez volt leginkább a benyomásom, hogy itt ez egy üres hely, hogy ez most milyen ellátással párosul, azt nem tudom, tüdőröntgen csináltak, számított, meg is jelent a kép, de például kinyomtatni nem tudták. Úgyhogy lehet a lány, aki kísért, lefényképezte, úgyhogy a WhatsApp beszélgetésük az én tüdőröntgen képemmel kezdődik, mert hogy elküldte nekem, hogy meglegyen, mert hogy ez volt a mód, és akkor írtak kézzel egy receptet. Nagyon, és hát a panaszkodott is ott az orvos talán, hogy hát rossz, meg szabadkozott kicsit, hogy rossz. Hogy ez kinek elérhető, ugye gyógyszerek, gyógyszertárak, vagy ilyen gyógyszerárusító helyek, azok vannak, és ott receptekkel álltak emberek, tehát nem tudom őszintén, szóval egyelőre nem látok bele, hogy ez mennyire veszi meg tudja venni, pont azt, hogyan, de van, és láthatóan működik. És egyébként most idén ezen a főutcán, ez Caracas belvárosa, körülbelül fél kilométerenként állt egy ilyen autó a gyógyszerekkel. Láttál le mondjuk hajléktalanokat? Bőven, persze. Tehát, hogy azért vannak nagyon, nagyon rossz állapotban lévő emberek. Egyébként voltam tavaly nyáron szerencsére kutató úton az Egyesült Államokban, Baltimore-ban is hasonló. Tehát, hogy de persze vannak. És híd alatt élő család. Effektív a híd alatt, tehát olyat is láttam, persze. De hát ezt sem nem tudom, hogy Latin-Amerikában azért ez máshol is van, tehát hogy itt az méretek és az arányok az érdekesek, de van, hát persze, szemmel láthatóan. Van.
És ami nagyon érdekes, és ez viszont már egy inkább egy politikai természetű téma, hogy beleláthattál egy ilyen Consecco Comunának, egy ilyen közösségi igen. tanácsnak a működésébe, ami elsősorban egy ilyen lakhatási projektként, vagy lakhatási per szomszédsági közösségi projektként működött, vagy hozták létre, hogy ez szerint, vagy legalábbis az alapján, amiket te láttál, ez egy működő ilyen lakhatási projekt még mindig, hogy vannak állami lakások, és az állami lakásoknak a bérlői vagy tulajdonosai, azok valamilyen módon egy ilyen önkormányzatisággal rendelkeznek. Hogy ez mennyire működőképes szerintem? Hát ugye itt egybe voltunk, egyébként erről is utána olvastam azért egy kicsit, ugye itt, és ezen akkor nem saját tapasztalatom, amit olvastam, aki erre jobban rálátott, hogy ezeknek a működőképessége azért változó. Hol mennyire agilis emberek csinálják, ki mennyire. Ez úgy tűnt, hogy működik. Tehát itt évtizedekre visszamenőleg ott voltak a nem tényleg, hogy ki mikor születettél, születés és halálozási nyilvántartás például ez. De ugye azt mondták, hogy akkor ugye ezeket a kis maketteket azért csinálják, hogy akkor ezzel nyomon követik, hogy hol milyen probléma, hol állnak közvilágítás, használják fel, hogy akkor ott nem működik a közvilágítás, akkor valahogyan ezeket a javaslatokat, ugye, amiket itt bárki megtehet, aki ebből tartozik, akkor lehet továbbítani, hogy ezt javítsák. Ugye azt mondták, amikor a legrosszabb volt a helyzet, akkor például az élelmiszerosztáshoz is ez volt. Akkor ott voltak az épületek makettjei, hol ki lakik, kinek mire van szüksége, és akkor így osztották az élelmiszereket az embereknek. Tehát, hogy ez úgy tűnt, hogy működik. Ráadásul még valamilyen ilyen turisztikai, vagy ilyen idegenforgalmi, vagy ilyen műemlékmegőrzési funkciója is volt ennek a közösségnek, de ez itt kimondottan csak ilyen ennek. Úgyhogy... És választási megfigyelőként ugye itt elég sok mindent mondtál. Láttad azt, hogy van nyilván egy erőteljesebb PSUV jelenlét, mint ellenzéki, de hogy az ellenzéki politikus is ott volt, hogy az ellenzéki plakátokat is láttad. És itt nyilván ugye a választásnál az egyik kérdés az a szabad választás, a másik meg a fair választás. Tehát, hogyha jól vettem ki a szavaidat, alapvetően te választási csalást, visszaélést megfigyelőként nem tapasztaltál, de azért mégiscsak van valamiféle erőfölény vagy lejtősterep. Igen, hát ugye, amikor mi kint voltunk, ugye akkor több megfigyelő csapat is volt kint, az EU is küldött. Két adatot olvastam, vagy 2010, vagy 2005 óta először, de hogy már nagyon régen nem voltak EU-s megfigyelők. És azért amit mi ráláttunk, persze ott voltunk a választások napján, láttuk meg előtte is, láttuk dolgokat, de az EU-s csapat azért több dologra látott rá, sokkal hosszabb ideig voltak, és úgyhogy én elolvastam az ő jelentésüket, és ők azt írták, igen, tehát, hogy azt írták, az le volt írva, hogy az alapvető demokratikus szabályok, a legalapvetőbb demokratikus szabályoknak megfelelnek a választások, ugyanakkor igen, tehát az erőfölény. De például olyat is írtak, amit mondom, én személy szerint nem tudtam megtapasztalni, de hogy ilyet is írtak, hogy a PSUV-nak sokkal több az aktivista. Az most nehéz, hogy sokkal több helyre jutottak, meg door-to-door kampány is volt, és hogy ez sokkal, vagy sokkal több aktivista volt. Igen, az nagyon kéne ismerni a terepet, hogy érteni, hogy melyik aktivista miért aktív. Tehát igen. De ugye ott mutattak be nekünk pártoknak a képviselőit, hogy voltak a szavazás napján ott pártok képviselői, PSUV-sok is és mások is, akik jelen voltak a választásnál. Ugye effektíve magával a szavazással csalni nehezen lehet, ugye kétféleképpen kell, tehát egyrészt az azonosítási procedúra, ami itthon is van, az ott is megvan. Tehát van választási névjegyzék, le kell adni az igazolványokat, le kell adni új lenyomatot, talán kétszer is, belépéskor, kilépéskor, tehát egyrészt az azonosítás az elég alapos, és ugye kétféleképpen kell leadni a szavazást,
be kell az elektronikus, tehát a szavazógépen elektronikusan szavazni kell, és az kinyomtat egy papír lapot, amire rajta van a szavazat, azt ugye ellenőrizheti az illető, és bedobja egy urnába. Tehát, hogy magával a szavazással, és ugye ez már évtizedek óta ez a rendszer van, és egyébként pont most idéztem fel, hogy mik voltak a választások, ugye amikor a 13-ban a Madurót, ugye Chávez ilyen utódjának jelöltek ki, és ugye választások voltak, hogy azért 1,5%-kal nyert. Tehát, hogy és itt is most, itt egyébként fölényes PSU győzelem volt ezen a választáson. Hát biztos, hogy az erőforrások azok jobban, sokkal nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek. De ugye az is volt a magyarázat, hogy akkor ők mindenhol egy jelöltet indítottak. Az ellenzék meg nagyon millió, vagy nem tudom hány, vannak erre számaim, hogyha valakit érdekel, hogy nagyon sok ellenzéki párt volt, kisebb, nagyobb, rengeteg jelöltel. Hogy ez most miért volt, hogy nagyságrendekkel több ellenzéki jelölt volt ugyanarra a posztra, miközben a kormánypárt egy jelöltet indított. Igen, és szerintem akkor kezdjünk is el egy kicsit így a kristálygömbben nézni, tehát hogy ennek az évnek a második felében előválasztásokat tart az ellenzék, aminek ugye pont az elaprózódásnak a megfékezése a célja, tehát hogy lehetőség szerint biztos, hogy nem lesz olyan, hogy az összes ellenzéki párt együtt fog közös jelöltet állítani, de hogy ahol lehet, legyenek közös jelöltek, és úgy tűnik most legalábbis figyelve a kormányzatot, hogy a kormányzat ezt a dolgot így hagyja, sőt, ami szintén most történik, vagy legalábbis tegnap előtti hír, hogy egy nagyon erőteljes antikorrupciós kampányba kezdett a rezsim, és az olajügyi minisztert le is mondatták, és még másokat is. Tehát, hogy látod, hogy van-e valamiféle politikai rákészülés a 2024-ben esedékes választásokra minden ellenzéki, mind kormányoldalon, és hogy milyen esélyei lehetnek itt a résztvevőknek? Hát biztos, hogy van rákészülés. Egyébként ez a korrupció ellenes kampány, ez igazából szerintem a tavalyi PSU-i kongresszusen indult el. Ott a Maduro erről beszélt, hogy akkor ez nyilván egy ilyen ideológiai mázzal leöntve, hogy akkor forradalmi etika, meg nem tudom, tehát ilyesmi, de hogy ez volt a lényeg, hogy a korrupció ellen kell harcolni. Nyilván ugye ez azért sok mindenre rá lehet húzni, ez a választásokra való készülés, vagy más okai vannak itt az egyes politikusok elleni, vagy politikusoknak a számonkérésének az nem világos, vagy nem egyértelmű számomra. Az biztos, hogy korrupció van. Tehát ez óriási probléma volt mindig is. Ugye itt az élelmiszerosztások, tehát ez évtizedes probléma, és ezt nyilván nem is nagyon lehet ezt jelentősen visszaszorítani. Az ellenzék pedig készül rá valóban, ugye itt ez a Guaidós történet, aki ugye kinevezte magát 2019-ben államfőnek, őt tőle megvonta most a tavalyi év végén az ellenzék a támogatás, hogy új arcokat keresnek. Ugye volt már egy több elhasználódott arca az ellenzéknek, ugye az Enrique Capriles volt a vezetője az ellenzéknek sokáig, és mások. Hát biztos, hogy ez tanulságként fogják, vagy vonták le az előző választásról, aminek egyébként az összes, tehát elismerték az eredményét a 21-es helyi hatósági választásnak az ellenzékiek, tehát hogy a főbb szereplők elismerték. Úgyhogy biztos, hogy készülnek rá, és igen, az előválasztás az már ezt jelzi. Ugye itt az amerikaiak azt mondták, hogy legyen előbb választás. Sőt, ugye ők nem ismerik el a Madurót talán még mindig elnöknek. Tehát ezt a Alex Szábot, akinek mondta, hogy a kiszabadítás érmegy a harc, azt mondja a vezető kormány, hogy ez az ő megbízottjuk volt. Az amerikaiak azt mondják, hogy nem lehetett az ő diplomáciai mentességet élvező megbízottjuk, mert nem érvényes a vezető kormány. Szóval, és egyébként innen nehéz
valamiféle párbeszédet csinálni, de az ellenzék és a kormánypártok ugye tárgyalásokat folytatnak jelenleg is, ez már megszakadt többször, de most újra a tárgyalásokat folytatnak Mexikóban, Norvégia a közvetítő fél, ők másban is már ebben részt vettek. Hogy miben fognak megállapodni, vagy miben tudnak megállapodni, az kérdéses. Mindenesetre a cél ennek a tárgyalásoknak az, hogy tisztességes és szabad választások legyenek jövőre. És hogy látod a különféle ilyen ellátásbeli nehézségeknek a helyzetét? Ugye az fontos eseménye volt az előző évnek, hogy közvetlenül azután, hogy kitört az orosz-ukrán háború, ment egy amerikai delegáció. Pont amikor én ott voltam. Igen. Hát illetve ott ez egyébként ezt a magyar sajtóból olvastam, hogy én most itt vagyok, hogy igen. Tehát ez pont amikor a kongresszus volt, igen, márciusban. Márciusban ment egy amerikai delegáció Caracasba, nem árulták el, hogy miről beszélnek, de másnap a Biden bejelentette, hogy nem vesznek több orosz olajat. Tehát nagy valószínűséggel itt elindult egy közeledési folyamat. Már a Chevron amerikai olajvállalat az kikerült az amerikaiak saját szankciói alól, tehát hogy megint fúrhat Venezuelában, és két európai cég, az olasz Eni és a spanyol Repsol is már újra kezdte az aktivitását, tehát hogy úgy néz ki, hogy az a fajta venezuelai gigantikus kőolajvagyon, ugye a világ legnagyobb kőolajvagyona, ami nagyon sokáig nem volt megfelelően kitermelve, hogy úgy tűnik, hogy a nyugat számára ez itt most stratégiailag megint fontos lett. Hogy szerinted mennyire tud, most egy kicsit ilyen cínikus leszek, jó képet vágni a nyugatához, ami Venezuelában zajlik, azért, hogy hozzájusson az olajhoz? Hát, én is lehetek cínikus, tehát sok mindenhez vágtak már jó képet legalább a 20. század történelme során, szóval nem tudom, hogy vannak persze a morális aggályok, és vannak a reális érdekek, szóval és még sokszor még nem is a reális érdekek, hanem csak a félelmek és a paranoiák. Itt 2023-ban a csilei puccs után 50 évvel, szóval elképzelhető, hogy kiegyeznek. Hát, ugye lehet kettős beszéd, szóval sőt, inkább ez a legvalószínűbb. Ugye amikor, tehát az amerikaiak mindig is támadták a venezuelai rendszert, a legelejétől kezdve. Chávez ellen már 2002-ben is puccsot kíséreltek meg, valószínűleg amerikai támogatással. De ugye az olajkereskedelem az egészen 2019-ig zavartalan volt az Egyesült Államok és Venezuela között. Sőt, ugye ez a CITGO, amiről a venezuelai állami olajvállalatnak az amerikai leányvállalata, mit akartam ezzel mondani? Szóval, hogy igen, tehát volt arra amerikai leányvállalata a venezuelai olajvállalatnak. Szóval egyszerre ment mindig is a komolyabb vagy kevésbé komoly egymásnak feszülés, de a kereskedelem az egészen 2019-ig zavartalan volt. Szóval ehhez visszaállni, vagy ehhez a kettősséghez végül is nem elképzelhetetlen. Igen, ez sok mindent megoldana, ugye a költségvetési deficittől kezdve az országnak a külpolitikai elszigetelődésén át nagyon sok mindenig. Köszönöm szépen, szerintem itt az idő, hogy megnyissuk a közönség számára, már így láttam, hogy van, aki tűkön ül, úgyhogy vontunk egy ilyen mérleget azokból a témákból, amiket elmondtál, de akkor megnyitom a közönség számára a beszélgetést, de előtte leállítom a felvételt, hogy bárki bármit nyugodtan kérdezhessen, úgyhogy köszönöm szépen.